A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Üdvözlök mindenkit, 1989-ben járunk. Ebben az évben mindenki az Eddától a Mi vagyunk a Rock című slágerre tombol. De az akkori emberek más miatt is tomboltak, például azért, mert nem volt tévéadás. Az IKV, az ingatlankezelő vállalat hős dolgozói jöttek, láttak és legyőzték a hibát. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma délután még nem voltunk egészen biztosak abban, hogy ma este önök láthatják majd az adásunkat. Bizonyára észlelték önök közül jó néhányan sokan, hogy Fehérváron egyik tévéadó műsorát sem lehetett nézni. Pedig áram legalábbis a munkahelyemen és ismerőseim lakásában volt. Nos, mi is volt a műsor, az adás kimaradás oka? Stúdiónk vendége Kunos László, az IKV műszaki igazgató helyettese. Hát elég könnyen tudok erre a kérdésre válaszolni. Az én munkahelyemen is volt áram, sőt a lakásomban is. Mégse lehetett ott se a tévéműsorait venni, ugyanis pont azon a területen, ahol a főállomás is elhelyezkedik, a Horváth István utca, Széchenyi utca sarkán, és ennek környékén sajnos volt egy hosszabb áramkimaradás. Ez alatt az idő alatt a főállomás nem kapott áramot, és ezért nem tudott működni. Van ugyanott egy akkumulátoros tápegység, ami a magyar tévéprogramok vételénél át tud hidalni egy pár órás áramszünetet, de ez is lemerült már, úgyhogy akik ebben az időben nézték a műsort, feltehetően azt láthatták, hogy egyszer csak elkezd remegni, ugrálni a kép, majd végképp eltűnt. Hál' Istennek nem volt nagyon hosszú az áramszünet, a kora délutáni órákban helyreállt a rend. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára ismét találkozunk, valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.